A téli pihenő után a PMFC utánpótlás csapatai is megkezdték a felkészülést a tavaszi szezonra. A fiatalok a szünetben futó és erősítő feladatokat kaptak, amiket mindenki becsületesen el is végzett. Pihenőidőnk volt, 27-én kaptuk meg az első házi feladatot, ahol heti 3 futással és heti 2 erősítéssel kellett nyújtanunk. Én előtte is és utána is fociztam, ezeket szerintem mindenki betartotta, és szerintem készen állunk a folytatásra. A fiúk elárulták azt is, milyen célokat tűztek ki maguk elé. Nekem minél jobban teljesíteni a bajnokságba, sok gólt rúgni, jól játszani, és szerintem a csapatnak az, hogy feljussunk a kiemelt akadémiába. A jól felépített képzési rendszer mellett infrastrukturális fejlesztések is segítik az edzők munkáját. A több mint 2000 négyzetméteres, 2 nagyméretű füves és 1 műfüves edzőpályával, valamint egy fedett műfüves csarnokkal és számos kiszolgáló egységgel rendelkező idősebb Dárdai Pál labdarúgó utánpótlás edzőközpont megfelelő körülményeket biztosít a labdarúgóknak. Picit nehezebb időszak, mint a bajnoki ritmusban, azoknál a csapatoknál, akik már bajnokságban szerepelnek, tehát a nagypályán lévő csapatainál, a kicsiknek azért semmi különbség nincsen, annyi, hogy nem tudom ki mennyi beiglit evett meg, az mondjuk az utánpótláskorú játékosoknál annyira nem mérvadó, de ez egy nehezebb időszak minden szempontból, már csak az időjárási körülmények miatt is, de azt gondolom, hogy mind azért van, hogy az ő fejlődésüket szolgálja ez az időszak is. A PMFC női labdarúgó szakosztálya tavaly került az ország 8 államilag elismert státusszal rendelkező Leány Sportakadémiája közé. A klub tavaly év végén második alkalommal rendezett nemzetközi Leány labdarúgó tornát az U15-ös korosztály részére. A bajnokságok február 19-ig már elkezdek, addig viszont nagyon kemény edzések vannak, illetve ami nagyon boldog vagyok, hogy nagyon sok edzőmeccs játszunk, olyan szerb, szlovák és horvát csapatokba tudjunk fejlődni, illetve nagyon fontos, hogy február-március már nagyon remélem, hogy nagyon sok meghívás jönnek az U11, U15 és U17 magyar válogatott játékosnak, úgyhogy erre is készülünk. A korosztályos bajnokságok február végén folytatódnak, míg a Bozsik tornák időpontjait később írják majd ki. Január 21-én szombaton az U8-as fiú korosztálynak rendez nívós hazai tornát a PMFC, mások mellett a Ferencváros és a Fehérvár részvételével a műfüves csarnokban.